Köszöntöm a háttér nézőit, lássuk, hogy mivel készültünk. Első vendégem Deák Dániel lesz, a 21. század vezető elemzője, természetesen aktuálpolitikáról, az Unióban folyó vakcinabeszerzéssel kapcsolatos tétovaságok, illetve a hazai politikáról beszélgetünk. Ezt követően pedig Rusvai Miklóssal elemezzük a legfrissebbeket, milyen típusú oltóanyagok az elérhetőek, és van-e esély arra, hogy akár itthon is gyártsunk saját vakcinát. Mindezekről szót ejtünk, és az utcember is elárulja nekünk, hogy idén inkább itt hol maradna, ha újra utazhatna, vagy bevállalná külföldi utakat. Maradjanak velünk, már is kezdünk! Politikai elemzéssel kezdjük a mai adásunkat. Vendégem Deák Dániel, a 21. század vezető elemzője. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Az első témánk, hát mindenkit, akit a legjobban foglalkoztat, ugye a védőoltások. Milyen mennyiségben tudnak érkezni hozzánk? Ugye tudjuk, hogy több tárgyalás is zajlik, tehát a kormány az unión kívüli megállapodáson kívül is próbál ugye minél több oltóanyagot szerezni, talán majd el is ejtünk egy-két szót, miért van erre szükség. Hát ha csak megnézzük az adatokat, Izrael 44,22%, az Egyesült Arab Emírségek 26% felett, az Egyesült Királyság 10% felett, az unió 1,97%, legyünk jó indulat, a 2%-nál van az oltottság területén, terén. Hát ez nagyon gyenge. Ez nagyon gyenge. Sok mindent hallottunk, már ugye a vezető politikusok is, és az unió vezetősége is hát próbál legalább látszólag úgy tenni, hogy az asztalra csapnak, és próbálnak minél több oltóanyagot beszerezni. De miért ez a nagy tétlenkedés? Mi történik az unióban? Az Európai Unió részéről, és egyébként a magyarországi baloldali politikusok is számtalan alkalommal azt mondják, hogy egyedül Magyarország nem tudna beszerezni oltóanyagot, ezért volt szükség ugye az Európai Uniónak a központosított vakcina beszerzésére. Ez volt az általános érv az elmúlt hetekben. Azonban, hogyha megnézzük a nemzetközi összehasonlítást, akkor azt látjuk, hogy ez az érv meglehetősen sántít, hiszen azt látjuk, hogy az Európai Unión kívüli fejlett világbeli országok közül nagyon sokan lényegesen gyorsabban és hatékonyabban tudtak oltóanyagot beszerezni. Nekem az egyik kedvenc példám Szerbia, amelyik hát lényegesen szegény az Európai Unió összes államánál, itt van, nem igen. NATO tag, nem uniós tag, és ott már közel a lakosságnak a 4%-át sikerült beoltani, annak köszönhetően, hogy ők sokkal több irányból szereztek be vakcinákat, mint mondjuk az Európai Unió, ott elérhető már az orosz, elérhető a kínai, elérhető a Pfizernek az oltóanyaga, tehát nagyon sok helyről szereztek be oltóanyagot. Ezt az Európai Unió a tagállamoknak, így Magyarország is megtiltotta, azt mondta, hogy ne is próbáljanak meg a tagállamok máshonnan az Európai Unió központosított beszerzésén kívül keresni maguknak oltóanyagot, és most ennek isszuk a levét, ezért van az, hogy az Európai Unióban még 2 alatt van a 100 főből beoltottaknak a száma. Ez nagyon alacsony, ahogyan is sorolta, hát nem is olyan gazdag régiói a világnak már lényegesen jobban állnak, és a versenytársai, tehát például az Egyesült Királyság, amelyik ugye elhagyta az Európai Uniót, vagy az Egyesült Államok, vagy akár Kanada, hát megelőzte az Európai Uniót. Igen, itt ez fontos, és ő most mondta, hogy amit mondtam adatokat, ez a 100 fő arányában kell néznünk. Na de, hát igen, szóval azt gondolná az ember, hogy alapvetően nincs is az a gond, és az alapvető föltételezés, hogy egy unió együtt hatékonyabban tud föllépni, azzal valószínűleg minden rendben van, csak a valóság, a tények nem ezt mutatják. Számok és a tények nem ezt mutatják, és ezt már láttuk korábban, tehát különféle válsághelyzetekben, legyen szó a 2008-as gazdasági világválságról, vagy akár a 2015-ös migrációs válságról, hát azt látjuk, hogy az EU az nem tudott hatékonyan fellépni ezekkel a krízishelyzetekkel szemben. A migrációs válságnak a gondjait, nyűgjeit mind a mai napig éljük, és mind a mai napig az Európai Unió különféle javaslatokat tesz le az asztalra azzal kapcsolatosan, hogy ezt hogyan lehet megoldani, de végső megoldás, végleges megoldás az továbbra sincs ebben a kérdésben, és sajnos nagyon súlyos egészségügyi és gazdasági hatásokkal járó koronavírus járvány kapcsán ugyanezt látjuk. Tavaly évelején
szintén az EU lassan reagált, nem mérte fel megfelelően a koronavírus jelentette veszélyeket, bagatellizálta még tavaly márciusban is a járvány várható kockázatait, és most az oltóanyag beszerzésnél is ugyanennek vagyunk a szemtanúi, ezért is láttuk azt, hogy egyébként ahogy például a járvány elleni korlátozó intézkedéseket is 2020 folyamán nemzetállami szinten hozták meg a tagállamok, és ezt követően a nemzetállami megoldásokból dolgozott maga az Európai Unió is. Most is nemzetállami szinten próbálkoznak a tagállamok oltóanyagokat beszerezni, ezért is volt ugye múlt hét pénteken Szijjártó Péter Moszkvában, ahol tárgyalt a különféle orosz vakcináknak a beszerzéséről. Arról nem is beszélve, és majd arról is beszéljünk, hogy az ellenzék milyen kommunikációt folytat a vírussal kapcsolatban, és hát most volt egy kisebb, hát vagy nagyobb botrány, hogy az egyik baloldali polgármester pedig soron kívül oltatta be magát. De akkor egy picit még maradjunk annál a politikai azon a politikai vonalon, hogy a kormányt ugye sokszor érték az ellenzék részéről azok a vádak, hogy nyit kelet fele, az oroszokkal jóban, stb. Most pedig mindenki, a nagyobb európai vezetők is úgymond ott állnak, akár az oroszok ajtajában, meg a kínaiak ajtajában, hogy jöjjön és érkezzen a sok vakcina, Magyarország pedig egy-két tárgyalás után már millió számban hozza az oltóanyagokat. Azért itt is ez a politikában, a külpolitikában igencsak megmutatkozik. Ennek a jótékony és hatékony módja. Igen, a baloldali politikusok politikai okokból, ideológiai okok mentén támadták még az orosz vagy a kínai vakcinákat, de az előbb említett Szerbia abból a szempontból is szerencsésebb, hogy ott nem csináltak politikai kérdést abból, hogy keletről vagy nyugatról jön-e az a vakcina. Az egyetlen egy szempont az az, hogy az hatékony legyen, hatásos legyen, és megvédje az embereket a koronavírustól. Ezért látjuk azt például, hogy Szerbiában már túljelentkezés van lényegében az orosz vakcinákra, már korlátozni kell azt, hogy hány ember mehet egyszerre ugye a vakcinákért, mert tényleg olyan nagy érdeklődés van például az orosz vakcina iránt. Magyarországon sajnos a baloldal továbbra is hergel, kampány folytat például az orosz vakcinával szemben is, miközben egyébként már nagyon sok ország, akár a kínai, akár az orosz fél irányába elkezdett érdeklődni, elkezdett tárgyalni annak érdekében, hogy onnan is érkezzen megfelelő számú vakcina, mert hogyha csak a nyugati gyártóknak a vakcinájára támaszkodnak az Európai Uniós országok, akkor még az idei év végére sem sikerül elérni azt a beoltottsági szintet, amelynek köszönhetően például feloldhatóak lennének a különféle korlátozások, tehát teljesen felelőtlen, és egyébként az emberek mindennapi életét megkeserítő és az egészségüket veszélyeztető politikát folytatnak a baloldali politikusok. Nem véletlen, hogyha megnézzük például már a múlt hét végi nyilatkozataikat a baloldali politikusoknak, például az orosz vakcina kapcsán már sokkal megengedőbben beszélnek, mint mondjuk pár héttel korábban. Ez azért van, mert ők is látják, hogy változik az európai széljárás. Hát igen, hát ők meg aztán úgy fújnak, ahogyan, vagy úgy mozognak, hogy onnan fúj a szél. Ezt láttuk sok esetben. Mi a helyzet a gyöngyösi polgármester, aki kicsit el is beszéljünk, mert ide tartozik a téma. Ha már a baloldali politikusok ugye mondjuk azt, hogy eddig úgymond oltás ellenesek voltak, akkor most mégiscsak jött a hír, hogy a gyöngyösi polgármester nem is tagadta egyébként, beoltatta magát soron kívül. Igen, a gyöngyösi baloldali polgármester esete jól megmutatja, hogy milyen kétszínű politikát folytatnak, tehát amikor meg fog mondjuk érkezni az orosz vagy a kínai vakcina, akkor valószínűleg hát rengeteg baloldali politikus lesz, aki jelentkezni fog az orosz vakcináért, hogy oltsák be azzal, hiszen valószínűleg nem lesz elég Pfizer vagy egyéb nyugati vakcina továbbra sem Magyarországon. Azért már akkor is érdemes lesz figyelni, hogy mondjuk azok a politikusok, akik hergeltek például az orosz vakcinával szemben, milyen arányban, milyen számban fogják majd magukat beoltatni ugyanazzal a vakcinával. Így van. Na és akkor, ha már itthon vagyunk, hogy az itthoni politikát kezdtük el boncolgatni, akkor zajlik az élet. Talán az egyik legfontosabb dolog, hogy napról napra jönnek ki ugye hírek annak kapcsán, hogy az összeellenzéki, a baloldali liberális oldalon kik lesznek, melyik pártnak kik lesznek a miniszterelnök jelöltjei, hiszen ők majd tartani fognak egy úgynevezett előválasztást, ahol majd ugye a baloldal a végső győztesként kikerülő miniszterelnök jelöltet fogja indítani. Mit lehet erről tudni most?
Igen, még nagyon sok kérdés van akörül, hogy milyen módon akarják lebonyolítani ezt a baloldali előválasztást. Például az is nyitott kérdés, hogy akik jelenleg pozícióban vannak, tehát egyéni képviselők, azoknak a körzetében indítsanak-e egyáltalán előválasztást, tartsanak-e valamilyen megmérettetést az ellenzéki pártok jelöltjei között. Ugye itt azért fő kérdés ez, mert a jelenlegi egyéni körzeteknek a túlnyomó többsége az Budapesten található, és hogyha Budapesten nem tartanának előválasztást, akkor gyakorlatilag a baloldal egyik fellegvárában hát nem mérettetnénk meg magukat ezek a baloldali politikusok és pártok. Tehát ilyen típusú kérdések, vitás, konfliktusos helyzetek rengeteg tucatnyi számra vannak még a baloldali pártok között, és az ő várakozásaik szerint is hát legkorábban nyár végén ősszel lehet majd ezeket a baloldali előválasztásokat megtartani. Ez már nagyon késői, ezért én azt tartom reálisnak, hogy végül Karácsony Gergely lesz majd egy olyan személy, aki bedobja magát, hogy ő a ellenzéknek a megmentője, és majd indítsák őt miniszterelnök jelöltként a baloldali pártok. Jakab Péter a minap jelentkezett be miniszterelnök jelölt jelöltnek, ez pedig egy komolyan vehetetlen bejelentkezés vagy indulás. Senki sem gondolja azt az elemzői szakmában, de szerintem maga Jakab Péter sem gondolja azt, hogy ő lesz majd a baloldalnak a miniszterelnök jelöltje. A Jobbik az romokban van, tömegesen hagyják ott a pártot, a támogatottsága is hát árnyéka a korábbi önmagának. Hát ez inkább csak arról szól, hogy Jakab Péter így igyekszik bebiztosítani magának a befutó helyet majd a parlamentben. Igen, ez egy fontos kérdés. Hát a Jobbikban ugye olyannyira is, hogy arról már talán beszéltünk, hogy az egykori elnökük Vona Gábor is felszólalt a kapcsán, hogy a Jobbikból mi lett, abból a politikai tömörülésből és azokból a politikai irányokból, ahonnan ők annak idején elindultak. Iszonyatosan eltololtak ugye már baloldalra, már a nevük is egyébként önmagában is ellentmondásos, ugye Jobbik, ami nyilván az egykori politikai oldalukat vagy irányultságukat is jellemezte. És hát belső viták, a tagságon belül belső vitákról is sokat hallani, az országos tagságban is. Az országos tagságon belül nagyon megosztó még mindig azt, hogy Gyurcsány Ferenccel ilyen nyíltan együttműködik a Jobbik, és ugye lényegében értékalap, közös értékalap nélkül ezeket a pártokat nem lehet összetartani, kizárólag a pozíciók, a pozíció osztása az, ami még kecsegtethet néhány ellenzéki politikusnak valamilyen jövőképpel, de 4 éves kormányzást kizárólag a pozíciók szétosztására nem lehet alapozni, ezért is látjuk azt, hogy nem csak a 6 párt ebben a szivárványkoalícióban veszekszik, és egyre több településen, tehát legutoljára például Pécsen látjuk azt, hogy omlik össze ennek a 6 pártnak az együttműködése, hanem még ezt is látjuk, hogy a pártokon belül is bomladozások, szétesések vannak, hol erősebb, hol kisebb, de a Jobbik az egyáltalán nincsen jó helyzetben. Jakab Péter most már 1 éve a Jobbiknak az elnöke, semmilyen változás nem indult meg pozitív irányba, sőt inkább további negatív folyamatokat láthatunk a Jobbikban. Pont azt akartam, hogy igen, van változás, csak lefele nagy valószínűséggel. Köszönjük szépen Deák Dánielnek, hogy itt volt és ismét elemzett velünk. Köszönöm én is. Hogy mikor élhetjük el a teljes lakosságban a nyáimmunitást, ehhez mennyi védőoltásra van szükségünk, és egyébként honnan és milyen fajta védőoltásokra számíthatunk, valamint hogy mit lehet tudni az összetételükről, mindezekről szót ejtünk most Sosai Miklós virológussal. Üdvözlöm, doktor úr! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Nos, nagyon gyorsan az elején azért kezdjük ezzel, már beszéltünk róla, de azért röviden foglaljuk össze, hány oltása, vagy hány ember beoltásához van arra szükség, hogy a nyári immunitás itthon kialakuljon, és ahhoz ugye abból már ezenesen arányosan következik, hogy mennyi vakcinára lenne szükségünk. Mondok egy szép kerek számot, könnyű megjegyezni, 5 millió. Tehát amikor az 5 millió modik embert beoltottuk, akkor mondhatjuk azt, hogy a nyári immunitás vélhetőleg elérhető lesz, mert ehhez még hozzá kell adnunk körülbelül 1,5 milliót azok közül, akik a fertőzés átvészelése, túlélése révén szereznek immunitást, tehát akkor érjük el azt a 65-70%-os
védettségi szintet, ami a nyájimmunitás kialakulásához szükséges. Jelenleg azért egyre több vakcina elérhető, bár sajnos nem korlátlan mennyiségben. Mit jelenthet a nem olyan régen bejelentett orosz vakcina több milliós érkezése Magyarországra? Ez azt jelenti, hogy a kívánt 5 milliós számot az oltottság tekintetében hamarabb tudjuk elérni, de ne felejtsük el, amennyire én a sajtóhírekből értesültem, 3 millió adagot hoznak be az orosz vakcinából, ez másfél millió ember immunizálására elegendő, mondjuk addigra, mire ez a 3 millió beérkezik, tehát tavasz végére, addigra nagyjából fél millió a Pfizer-BioNTech Modernából is eloltásra kerül, tehát összességében vegyük úgy, hogy 2 millió ember lesz immunizálva, mondjuk májusra. Nagyon kevés a nyájimmunitás eléréséhez, bár nyilván már érzékelhetően csökkenteni fogja a járvány terjedését. Igen, és akkor ugye mindenki, meg manapság egyre többet teljesen jogosan ugye hallunk azokból a szektorokból, akiket a legjobban érint, és sújt ez az egész korlátozás, és jön a jogos kérdés. Ha már látjuk az alagút végét, ha már tudunk számolni, akkor mit mondhatnak a szakemberek, mert nyilván a kormány azért a szakemberek véleménye alapján fog döntés hozni. Mikor lehetnek enyhítések? Két lehetőség van. Az egyik az, hogy megvárják a korlátozások enyhítésével azt az időpontot, amikor a szeptemberi adatokat érjük el, ez körülbelül márciusra tehető az én beslésem szerint. Ekkor, ha úgy dönt a kormány, akkor lehet, hogy egy nyitás következik be, de ebben az esetben mindenképpen számolnunk kell még egy harmadik hullám megindulásával valamikor április második felében, májusban. A másik megoldás, hogy még ha a kedvező szeptemberi szintre csökkennek is a kedvezőtlen statisztikai adatok, az elhunytak számát, lélegeztetőgépen lévők számát és kórházban ápoltak számát illetően, akkor is fenntartják a korlátozó intézkedéseket, és ebben az esetben harmadik hullámmal nem kell számolnunk, őszre pedig, mire az újabb járványszezon indulna a légzőszervi fertőzések tekintetében, már vélhetőleg meg lesz a megfelelő szintű átoltottság, tehát ha májusig fennmaradnak a korlátozó intézkedések, akkor vélhetőleg nem kell már számolnunk újabb járvány kialakulásával. Mit jelenthet, hallottuk ezt a hírt is, hogy itthon ugye oltó anyag előkészítésére alkalmas gyárat fognak létrehozni, és több olyan hír is van, és akkor egy picit menjünk erre a területre, hogy itthon is, akár ugye 100%-os magyar szakértői munkával kidolgoznak, ha nem is vakcinát, de egy olyan hatásos gyógyszert, amely a koronavírus tüneteit enyhítheti nagy mértékben, ez igaz? Szó van gyógyszerről is, például az ELTE immunológiai kutatócsoportja foglalkozik ilyennel, szó van vakcináról is, ezzel a Pécsi Orvostudományi Egyetem kutatócsoportja, illetve a Debreceni Egyetem kutatócsoportja is foglalkozik, tehát valóban vakcina és gyógyszerfejlesztés is folyik Magyarországon, de tekintetbe kell vennünk, hogy egy most induló gyógyszergyár, vagy gyógyszer oltóanyag előállító üzem, ez egy év legalább, mire oltóanyagot termel, tehát ez a mostani járványhullám megfékezésében már biztos nem fog tudni szerepet játszani, sem a magyar vakcina, sem a magyar gyógyszer. Ez nyilván jövőre, vagy a jövő időszakra szól, mert az azt jelentheti, hogy azért függetlenedünk a külföldi gyártóktól, és akár itthon is megfelelő mértékű számú oltóanyagot tudunk előállítani. Így van, most látjuk csak igazán, hogy például a víz vagy az élelmiszer mellett stratégiai ágazattá nőtte ki magát a vakcinaipar is, hiszen látjuk, hogy mennyire függünk attól, hogy a külföldön előállított vakcinák milyen ütemben érkeznek az országba. Tehát ez, hogy legalábbis részben függetlenítsük magunkat külföldi vakcinagyártó üzemektől, ez mindenképpen kívánatos lenne.
Nem, tudja, mi sokat beszélgettünk itt a műsorban is, vagy műsoron kívül, nem nagyon szeretek teret adni azoknak a szkeptikusoknak, akik ugye az oltás ellen vannak, de azért mindenféleképpen fontos, hogy azokban a nézőkben is, hogy mondjam, hogy azokat a nézőket is meggyőzzük az érvekkel és az igazsággal, akik mondjuk fölülnek ezeknek a hamis dolgoknak. Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem immunológusa keményen kritizálta az egyik, pontosabban a kínai oltóanyagot. Hát olyan sokat beszéltünk már az összetételéről, ön is mondta számtalanszor több médiumban is. Mennyi valóság alapja van Duda Ernő kijelentésének? Neki teljesen igaza van abban, hogy ez egy régi technika. Tehát hát erről már beszéltünk mi is többet, hogy ez egy régi technika. 20 század elején kidolgozott ez az inaktivált vakcináknak a technikája, 100 éve használjuk és beváltak. Jelenleg is vannak inaktivált vakcinák forgalomban, az őszön beadott influenza vakcina, a kullancsencefalitis, a járványos gyermekbénulás, és még több más vakcina is, amit rendszeresen beadatunk magunknak, ezek inaktivált vakcinák, tehát attól, hogy régi módi technológia, ettől még továbbra is működik. Én azt szoktam hasonlatként mondani, hogy igen, az elektromos autó az egy nagyon új technológia, és minden autóipari óriás befektet az elektromos autóba, és mindenki elektromos autót szeretne vásárolni. De ettől még a robbanó motoros autó, ami szintén egy 100 éves technológia, velünk fog maradni még jó pár évig vagy évtizedig, mert egyszerűen nem nélkülözhetjük, hogy a dízel és benzin üzemű járművek is közlekedjenek az utakon. Most hirtelen meglepőnek hangzik, amit mondok, de mindjárt megmagyarázza, nem kell megijedni. Ön is azt állítja, hogy nem szívesen oltatná be magát az orosz vagy az angol vakcinával. Miért? Ez egyszerűen azért van, mert én azokkal az adenovírusokkal dolgoztam 30 éven keresztül, többek között vektorfejlesztéssel, állati oltóanyagok előállítása céljából. Ezekkel az adenovírusokkal dolgoztam, tehát nagy valószínűséggel én többször is fertőzöttem adenovírussal, anélkül, hogy tudtam volna, hiszen ezek ártalmatlan, betegséget nem okozó vírusok, a humán adenovírusok is, amelyek az alapját képezik ezeknek a vakcináknak. Viszont az adenovírus hordozót tartalmazó vakcinák nem fejtik ki a hatásukat azokban az emberekben, akik a megfelelő adenovírus ellen ellenanyagokkal rendelkeznek. Mivel én adenovírussal nagy valószínűséggel fertőződtem, bennem ezek a vektorvakcinák nagy valószínűséggel hatástalanok lennének, nem ártanának, csak nem védenének. Így van, tehát magyarul ez az egész csak arra akartam itt egy picit úgymond viccesebben kihozni, hogy ön csak azért nem oltatná be magát vele, mert valószínűleg immunis erre az egészre, tehát nem használna önnek ez az oltóanyag. Tehát én második helyen a kínai vakcinát adatnám be magamat, tehát ha a Pfizer-BioNTech Modernából nem jutna, akkor inkább a kínai vakcinával oltatnám be magam, annak ellenére, hogy az egyik inaktivált vakcina. Na de azért az olyan átlag emberek, mint mi, akik nem dolgoznak olyan körülmények között virológusként, mint ön, valószínűleg mi nem vagyunk immunisak erre. 5-10 százalékban igen. Igen? Tehát a lakosságnak egy jelentős része sajnos ezek ellen az adenovírusok ellen legalábbis részlegesen immunis, hiszen ezek meglehetősen széles körben okoznak tünetmentes fertőzést a hazai lakosságban is. Sajnos mostanában nem készültek ilyen felmérések, de Európában országtól és korosztálytól függően 5-15% között van az adenovírus pozitív embereknek az aránya. Menjünk egy picit tovább. Nyilvánvalóan, hogy itt elég majd az idő, egyre többféle oltóanyag fog megjelenni. Az unió, illetve az itthoni szabályok mindent lehetővé tesznek, természetesen egy alapos átvizsgálást, illetve egy alapos megvizsgálást követően, tehát ami az unió vagy a hazai jogszabályok szerint engedélyt kap, az zöld lámpa, azaz engedélyezett és abszolút biztonságos, ez így van? Az onnantól kezdve használható és biztonságos, és
nagy valószínűséggel az beoltottak többségében hatékony is. Tehát ne felejtsük el, jelenleg a szóban forgó vakcináknak 95% és 80% között mozog a hatékonysága, ennyit tudunk elvárni tőlük. Tehát van, ami még nincs is engedélyezve, hogy a kínainál mondanak 80% körüli hatékonyságot, a Pfizer-BioNTech-nél 95%-ot, ebben a tartományban mozog a vakcinák túlnyomó többsége. És akkor egy picit zárásképpen, ha visszamegyünk arra, hogy itthon ugye egy olyan koronavírus elleni antitestalapú gyógyszerekről is beszélnek, amik ugye a tüneteket enyhíthetik. Egyébként az egyik leghíresebb ember, akit azt hiszem ezzel kezeltek, az maga Donald Trump volt, ugye volt Egyesült Államok elnöke. Ezek is hatásosak lehetnek kezelésre? Igen, ezek az úgynevezett monoklonális ellenanyag alapú ellenszerek, ezek nagyon jók. Ezek ugyanúgy meggátolják a vírusnak a sejtjeinkhez való kapcsolódását, mint a bennünk képződő ellenanyag. Tehát ezek valójában ellenanyagok, de mesterséges körülmények között állítják elő ezeket, és viszik be a szervezetbe. Ez a monoklonális ellenanyag, tehát nagyon jó gyógyszer, de nem vakcina. Igen. Ez a betegek kezelésére szolgál, nem pedig a fertőzés megelőzésére, vagy a betegség megelőzésére. Összességében tehát azért most már tényleg optimisták lehetünk a tekintetben, hogy a védőoltások és a betegség kezelésére szolgáló gyógyszerek is hamarosan tényleg tömegesen elérhetőek lehetnek itthon is. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm. Mi pedig most megkérdeztük az utcaemberét, hogy beoltatnák-e magukat, és ha igen, akkor melyik vakcinát választanák? Ez következik most. Én orvos vagyok, tehát nekem bármelyik jöhet. Úgyhogy én szívesen beoltatom magam bármelyikkel, csak még egyenre nem lehet, mert én már voltam covidos, és meg kell várni egy kis időt. Beoltatnám magam, és ezt hülyeségnek tartom, hogy az orosz vakcinát ne fogadjuk el. Három generáció így nőtt föl. Bízom benne, hogy az orvosok úgy állnak a témához, hogy nem rosszat adnak, hanem jót. Hát beoltatnám magát? Ráltam. Igen. És majd meglássuk. Aha. Önnek tulajdonképpen mindegy, így gondolja, hogy melyik vakcinából kapnak majd? Hát nem teljesen. De hogy ítélni meg, hogyha orosz vakcina lesz, abból is fog kérni? Nem valószínű. A párom az igen, de én nem. Aha. Miért? Mi az érve emellett? Hát még nem döntöttem el, hogy melyikből fogok kérni, de még azt sem döntöttem el, hogy egyáltalán fogom kérni. Aha. Mit gondol, ki az, aki meggyőzhetné erről? Nem, nincs, aki meggyőzhessen, ezt saját magam fogom eldönteni. Van sokfajta betegségünk, úgyhogy infarktustól kezdve minden, akkor gyomorfekvés, és van, ezt tegyétek. Házi orvos azt tudja, és azt tanácsot ad majd, hogy remélem az jön azt, hogy ő is beáltassa majd itt házi orvos. Mit gondolnak, mikor kerülhetnek sorra? Hát az nem rajtunk múlik. Tőlem már lehetne holnap is. Igen. Én jelentkeztem, bármikor szólnak, megyek, és beadatom. Ennyi. Akár az orosz, akár kínai lehet? A kínai végső esetben, de mindegyik megfelel nekem. Ha az allergiám megengedi, mert van egy kis allergiám, hát gondolom az nem okoz problémát. Rendes influenza ellen se oltatom be magam sose, és nem is igazán szoktam influenzás lenni. Hogyan védekezik akkor a betegség ellen? Hát csak úgy, hogy eszem a vitaminokat. Nem a tablettát, mert én tabletta ellenes vagyok, úgyhogy inkább gyümölcsöt eszem, meg zöldségeket. Beoltatom magam. Jó. Mindenképpen bármilyen vakcina is érkezik? Mindenképpen mindegyik vakcina biztonságos. És beoltatom magam, főleg, hogy veszélyeztetett korba vagyok, 76 éves. Mit gondol, mikor kerülhet önre a sor? Hát, amiután a 89 éveseket beoltották, és akkor a veszélyeztetettek után. Én alig várom, hogy megkapjam,
Úgyhogy nem számít akármilyen orosz vakcina ugyanolyan jó, mint a többi. Úgyhogy várom. 70 éves elmúltam, várom, hogy hívjanak. Mit gondolom, mikor kerülhet önre sor? Hát bemondták, legalábbis azt mondták most egy-két napja, hogy a 60 éven felüliek fognak most már sorra kerülni. Bízom benne. Ez volt a Háttér kedden, jövünk majd természetesen még a héten pénteken is friss hírekkel, akkor is tartsanak velünk a képernyőn, mert láthatják elérhetőségeinket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!